Nos, srácok, sziasztok! Még itt a videónak az elején egy nagyon fontos kérdésem lenne hozzátok. Gondolkodtatok-e már azon, hogy milyen lehet az élet egy szúnyogként? Hát bevallom, én nem igazán gondolkodtam ezen, de biztos van közületek olyan, aki belegondolt abba, hogy egy szúnyog élete mégis milyen. De van olyan is, aki erről csinált egy játékot. Méghozzá a Sony. Mit szívhattak? Tehát mit kell inni vagy szívni ahhoz, hogy valakinek egy ilyen játék az eszébe jusson egyszerűen? Órák óta töprengek rajta és nem tudom megfejteni. Szóval egy új sorozatot indítok itt el nektek a csatornán, amiben a legbetegebb játékokat próbálom összeszedni, most kezdve a szúnyog szimulátorral. Hát gyerekek, nézzük is meg, hogy miről van szó. Ezt a játékot a halálból hoztam nektek vissza, rohadt nehéz volt megtalálni egyszerűen. Itt látható a főmenő egy nagyon szexi, táncoló szúnyoggal, nem igazán tudom, mire vélne a dolgot, gyerekek. Tudunk választani szintet, a szúnyogunknak a színét, rekordokat meg tudunk nézni, és mentéseket kibetöltögetni. Persze, nehogy azt higgyétek, hogy már az első szinten testre szabhatjuk a szúnyogunknak a színét, a nagy lófa. Na jó, akkor kezdjük is el! Itt látható a szoba, amiben az első szint fog játszódni. Indítsuk is el, nem tudom. Mi ez a loading screen, gyerekek, te jó Isten? Move over, Dad. You're too close to me. It's a... Na, lesz kép, vagy most valami tönkrement, vagy mizu? Szóval most hárman beszélnek egy szúnyoghoz. Ez most... Ez most komoly? Nem elég az alapkoncepció, hogy egy szúnyogszimulátort csinálunk, hanem azzal kezdődik az egész, hogy hárman beszélnek egy kurva szúnyoghoz. Ó, jaj! Na nézzük! Bejött a kislány a szobába, felkapcsolja. Ott, opá, ott ment. A szúnyog nagyon fáradt. Lefekszik aludni. Gondolom nekünk az lesz a célunk, hogy ne hagyjuk őt aludni, vagy szarrá csípjük. Nézzük meg, milyen a szúnyog élet rejtelme, így gyerekek. Húha. Na mi lesz? Első szint. Szívd ki Renának a vérét. Kettő tanknyi vért szívjál ki. Ó, ott van egy célpont. Én azt mondom, hogy oda gyorsítunk. Talán úgy kell menni. Hoppá, bekapcsoltuk a zenét. What? Szegény csaj nem érti. Ó, észrevett! Takarodj! Baszki! Menjünk innen. Menjünk innen. Menjünk innen, menjünk innen, menjünk innen. Fel, észre ne vegyen. Pedig most meg ezzel kell megzavarnunk. Hoppá, lekapcsoltuk a villanyt. What? Olyaj, vigyázzunk. Olyaj, jó, erre biztonságban vagyunk, ahogy látom. És most visszakapcsolja a csaj a villanyt, vagy mizu lesz? Mikor kell már vért szívni? Ja. Mi történik? Kezd pánikba esni. Arra nem gondol, hogy mi egy szúnyoggal cumisztatjuk őt, de rendesen. Elindulunk. Elindulunk, gyorsítunk. Ott megvan a célpont. Így. Mit kell csinálni? R3 button. Jó. Ó, behatolt. Már minden olyan értelemben, gyerekek. Ó, és tekerni kell. Ó, szegény csaj. Már kezdi érezni, hogy itt bizony lecsapolják a vérét. Ó, mindjárt megvan a második tank is. Szív már ki. És kinyírt. Hát ez hihetetlen. Megpróbáljuk újból, ezt a szintet meg fogom csinálni. Ó, ez mi? Battle. Észrevett. Úristen, el kell menekülnünk, gyerekek. Meneküljünk. Ne kapcsoljuk a villanyt. Nem tudjuk. Mit képzelek, ki vagyok? Nem tudom hova. Fölmegyünk a szekrényre. Úgy. Itt elbújunk. Jó. Hol vagy? Na gyere. Hol vagy te, bitany? Mit? Mit ütlegelsz? Mit ütlegelsz? Ha? Na gyere. 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 Dazis bácsi ellen. Gyere. Hol vagy? Oh! Hú, majdnem eltalált, gyerekek! Micsoda csapást végzett! Megszúrlak! Hol vagy? Te szemét! És lecsapódok róla! Ah,
Puncin kell szúrni? Ne szopass már, hogy puncin kell szúrni. Mindjárt eltalál minket. Ez így nem jó. És eltalált. Fél életet vesztettünk. Nem áll gyerekek. Ott a punci? Ott a punci? Nem találjuk el a punciját. Ennyi. Puncin szúrtuk. Hát ez eléggé morbid játék, gyerekek. Puncin kell szúrni az ellenfelünket. Ó, megint észrevett. Megint észrevett. A francba. Fölmegyünk, 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 fölmegyünk. Jó. Itt lepihenünk. Idáig nem szabad fölérned. Ohoho! Még ugrani is tudsz? Mi vagy te? Ójaj, ide ne ugorj. Meg ne próbáld. Meg ne próbáld. Nem. Nem szabad. Jó? És most csapja a szekrényét. Ez beteg. Na jó. Harcolunk, max belehalunk. És vége a videónak. De kockáztatunk. BUM! Megvan! Nem! Lepattantunk! Azt hittem meg lesz. Ott a punci. Hol a punci? Segben nem jó szúrni? Nem. Segben nem engedi. Ami nem úgy. Megyünk puncira. Puncira fel. És fölé megyünk. Ez hihetetlen. Ott van. Menjél! Lepattanunk. Megvan! Ennyi. Megvagy. Új rekord. Na jó, most már lecsapollak. A franc vigyen el téged. Megvan! Ennyi. Megcsináltuk, gyerekek. Ezt a beteg játékot. Ki az a debil állat, aki ilyet ki tud találni? Végig kirázott a hideg. Egyszerűen. What? Mi történt? Lecsapoltunk azt. Na, srácok, remélem, hogy bejött nektek ez a videó. Ha tetszik ez a játék, akkor mindenképpen folytatni fogom ezt is. Írjátok le kommentbe, hogy szeretnétek-e folytatást ebből a idegbeteg szúnyog szimulátorból. Írjátok le azt is kommentbe, hogy mi legyen a következő játék, amit kipróbálok, és ilyen tényleg nagyon beteg játék. Tehát nem olyan játék, amivel egy konzolboltnak a palettáján találkozhatsz, hanem egyszerűen aberált emberek csinálták. Szóval, ha tetszett nektek ez a videó, akkor egy lájkot mindenképpen nyomjatok rá, és ha még nem követek, akkor a feliratkozás gombra kattintva azt is megtehetitek, én minden egyes lájkot, feliratkozást, kommentet köszönök. A következő videóban találkozunk, én Dazis voltam. Csá-csá! Jó szúnyogok voltunk!